Elszomul a szívem a világ miatt, ha az örökké valóságra gondolok. Mindenki tesz-vesz, vagyszer, tesz-vesz. Georg Büchner befejezetlen drámája valós eseményeken alapul. 1821-ben Lipcsében Johann Christian Wojtek több készszúrással megölte barátnőjét. A korabeli közvéleményt évekig lázban tartotta a latolgatás, beszámítható-e vajon Wojtek, mi vitte rá őt erre a gyilkosságra. Horváth Csaba rendezésében a darab fundamentuma a pszichés és a fizikai jelenlét mellett a mozgás maga. Igyekeztem úgy komponálni, és igyekeztünk úgy megdolgozni ezt az anyagot, hogy tényleg valóságos és igazi legyen, és egy olyan emberi sors dráma legyen belőle, mintha egy görög drámát játszanánk. Büchner filmszerű képekben valós történetek alapján fogalmazta meg Wojtek tragédiáját. Költői vízióiban már-már expresszionista eszközökkel rajzolta meg a tébolyba és gyilkosságba kergetett szerencsétlen főhős alakját. A szándék az egyértelműen ez volt. A fizikai színházi eszközöknek a különböző lehetőségei a színészként az mindenképpen egy sokkal mélyebbre nyúló eszköztárat tesz lehetővé, és ezt nagyon különleges megélni, és nagyon remélem, hogy ez majd a nézőknek is ez lesz, és nem csak belülről érezzük mindezt. Horváth Csaba rendezésében ezúttal is egy komoly, komor rendezői víziót tár elénk, amely az ösztönök megborulásának és a szerelem elkorcsosulásának egészét adják ki, míg végül a tragédia elkerülhetetlenné válik.